Oldalba, és menjünk, hogy ne szédüljünk el. Melyiket tudjátok még? Nagyon jó. Ki kezdte, ki mondta? Akkor kezdheted, jó? És merre indulunk? És az milyen oldal? Nagyon jó. Akkor elkezded? Én kisebben. A fele első, és a fele nem, mi? Hát nem, hát azért most. Gyorsan! De pernitél, de percsetve rohlál. Gyorsan, szipoljatok neki, hajlá! Gyorsan! Rakjátok ki egyszer a sarkait! Gyorsan! Hópie, hópie! Mint egy nyúlkán! Hajrá, hópie! Na, nem baj! Semmi baj! Ezt az első játékot... Szinte belejött. Ezt az első játékszámot a Holdvilág, a fiúk csapata nyerte, de ne keseredjetek el. Minden pici apró részletet figyeljetek. Mert kérdések lesznek utána. Olvasjuk. Kezdem. Mici Mikulás. Szenteste. Mikor éppen elgondolkodva csücsültem, s közben mézet eszegettem, támadt egy pompás ötletem. Mi lenne, ha eljátszanám idén barátaimnak a Mikulást én? Őket ajándékokkal megletném, karácsonyi jókedvre deríteném. Tigris piros labdát akar. Mi az égig szökken fel, fülesnek rózsaszín masni kell, hogy rossz kedve illanjon el. Nyuszinak új szerszámokat hozok ajándékba, hogyha kertjében tüsténkedik, könnyebben menjen a munka. Malacka tele zsák kukoricát kap, mert nagyon fini, amivel kicsin bendőit jól megtömheti. És mindenki azt mondja majd, hű, meg ha, amikor eljönnek hozzám, mert csuda meglepetésektől roskadozik majd a karácsonyfámhoz. Na hát, remélem nagyon figyeltetek. Figyeltetek? Igen. Na akkor most kérdéseket kaptok. Egyszer az egyik csapatnak, utána a másik csapatnak teszem fel a kérdést. Figyeljetek, de ne kiabáljátok be, ha tudjátok, mert ha a lányoktól kérdezik, akkor ők kapják a pontot akkor is, ha ti mondjátok. Ha bekiabáltok a lányokéba, vagy a lányok a fiúkéba, akkor elvesztitek a pontot. Csak akkor szabad válaszolni,
Amikor nem tudják esetleg, hogy van. Igen, az. Tehát ilyen nem fordulhat el. Akkor először kapják a kérdést a lányok, jó? Az első kérdés. Kinek támad egy pompás ötlete? A Mikulásnak. Mici mackónak. Ügyes vagy. Igen. Nagyon jó. Fiúk, kapják a következő kérdést. Mi volt ez az ötlet? Beöltöznek Mikulásnak. Hogy megajándékozza a magát. Helyes. Összerakták. Jól van. Éjra pont? Jára pont? Igen. Lányoké, a következő kérdés. Tigris, milyen ajándékot kap? Egy labdát. Ami az én patka. Azt is tudja, jaj, de ügyes. Oda is jár a pont. Én nem emlékszek egyik esetben. Jár a pont a lányoknak. A fiúké, a következő kérdés. Füles mit kap? Szerszámokat. Mit fog csinálni a szerszámokat? Dolgozni. Hol? A kertben. A kertjében. Ügyesek vagytok. Lányoké, a következő kérdés. Nyuszi, mit kap? Figyeljetek. Mondjátok. Egy rózsaszín masni. Új, de ügyes volt. Hova teszi vajon Nyuszi ezt a masnit? A fülére. Olyan nincsen. Olyan nincsen. Jól van, akkor lányoknak is jár a pont. És a fiúknak az utolsó. Malacka, mit kap ajándékba? És ki akar beöltözni? Kukoricát. Miért kap malacka? Ültetni megyek, hogy fényleg. Mert szereti a kukoricát. Jó van, nagyon ügyesek voltatok. Ügyesek, tapsoljátok meg magatokat. Nagyon ügyesek voltatok. Én egyiket sem tudtam volna. Az én fejem már ugas. Jól van, választhatok ki megint 5-5 gyereket. Jó, akkor tudjátok, hogy volt a lányok? Én gondoltuk, hogy a sajátodra vigyázzol. Na, tiéteket a lányok gondoltják. Tehát egyik lábodon, a másikon, de nem... Hát Zsuzsa néni majd akkor mély az időt, és ő nincs. Elkészültünk? Többek szorkolunk. Kette is nincs. Akkor indul. Hajrá! Hajrá! Hopi, hajrá! 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 Haj
Eszter, majd azt szól... Tartsátok azt a magasságot, igyekezzetek. Picit engedd lehet úgy? Úgy, jó. Jó. És ráléphetek a papírra is, jó? Csak ami lefotyog, azt is meg kell elni. Jó? És aki hamarabb megeszi, az miért? Három, kettő, Jó.
Egy gyűrű! Azok, akik nem játszanak, azok ne akarják lenni. Nagyon jó! Mutassa mindenki, miért van? Nagyon jó! Visszaadjátok! Egy. Jó, üljetek le! A következő! Lássam, hányan vagyok! De ezt most nem érjek, mindjárt fogsz egy másodat, jó? 2, 4, 6. Következő, amit hozzuk. Egy fekete zokni. Egy, kettő, három, gyorsan, fekete zokni. Gyere ide. Szól már neki. Mondja neki, jöjjön ide! Nekem is van egy! Nézd, itt van, medd el! Gyorsan, gyorsan, nézd! Menjél valakitől! Ki maradt még? Ki keresd még a zoknit? Hát de ki keresd még zoknit? Elszöntek! Thank you.
holdvilág? A hópék a holdvilág ellen? Igen. Egy szék marad. Fiúk és lányok, nagyon szurkoljatok! Mert most, amivel vissza kell jönnötök, az egy szígy. Gyorsan, futás, 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 gyorsan, 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 adjad neki, gyorsan, gyorsan! Pedig majdnem meg volt! Jó, ez nagyon jó! Tényleg nagyon jó! A nyertes csapatnak, és hogy a vesztes csapat sem maradjon ajándék nélkül, ők is kapnak valamit. Mert nagyon ügyesen játszottatok, jó? Niki néni, gyere Oszki! Hányat számolt? Nagyon ügyes vagy.
Hangosan a Mikulás süket! Kicsit igen. Ott lakik a Mikulás. Szél a szárnya, mégse fázik, úgy repül egy messzi házig. Nagyon ügyes. Nagyon. Egyszer Mikulás lehet, hogy tudnám azt, hogy is rogyek, futballban lesz egy ajándék, nem lesz, mert csak a szeretet. Na bátrabb! Nem is sok év ünnepel, Mikulás is erre jár, puttonyában ajándék, édesség meg sok játék. Nagyon ügyesek vagyok. Tapsoljunk! Fehér plénes húsokkal, hirdnél földi csizmája, ó, de nagyon ügyes. Nem? Na, hallgassuk. Nagyon ügyes vagy, itt vagyok már. Még valaki, még készül verset esetleg? Ki szeretné? Nagy szakáll a mellét veli, ez is fehér a haja, ajándék a kék kezébe, jóságos a mosolya. Igen. Semmi gondja, amíg járja, hangulott bűvös varázsja, árad szét, ső megy tovább. Hátán hordja a csodát, csodálatos köteget. Nagyon ügyes vagy. Tapsolják. Gyerekek, készítettek még valami kérdésben? Na, hallgassuk meg. Kicsit bátrabban. Gyertek ide, előrébb fogzál. Szóval ügyesek. Nagyon ügyes vagy. Tapsoljuk még jól, nagyon ügyes. Gyertek ide gyorsan! A Mikulás már itt van, és nagyon figyeli, hogy hogy viselkedtek. Nem lesz ajándék belőle. Nem halljuk, hogy hogy szavalnak. Tapsolj! A gyerekek, akkor bejöttem, úgy vettem észre, nem nagyon vártatok engemet. Nem vártátok a Mikulást? Igen! Csak tudtátok, hogy jövök hozzá. Igen! És miért vártátok? De miért más jött az ajánlom? Biztos! Igen! És megérdemlitek? Igen! Na hát! Jók voltatok? Igen! Előre küldtem hozzátok a trakutaimat. Figyeltek titeket egész végig. Látták, hogy ki volt jó és ki volt rossz. Érdemli meg azt a vesszőt, virgácsot. De szóltak nekem, hogy itt nekik nagyon jó gyerekek van. Télapod, olyan csendben vannak, amilyen csendben egész este nem voltak. Úgyhogy ezek nagyon, nagyon tudsz te valamit. Na kedves Mikulás, akkor szerintem tedd a dolgot. Mit szólsz? Sorba álljatok be szépen, jó? Mindenkinek jó.